Igen, éhes vagyok. Addig leülünk, Siki, vagy mi, mert itt lefagy a lábam a kövön, nincsen mamuszom se. Jaj, nem adtam papucsot. Csak nem vagy jó vendéglátó, az látod? Igazság. Mert te itt nem vendég vagy. Ja? Jó van akkor. Jaj, segíts. Jó, nyugodj. A Móni reálisan próbálja ezt az egész dolgot átlátni, tehát nem az van, hogy mindenáron a legjobb barátnőnek adok igazat, megpróbálja reálisan, Krisztiánt is kedveli, úgyhogy ő azt szeretné, ha mi együtt maradnánk, és ez nekünk működne ez a dolog. Hallgass meg a Krisztiánt, mert van... Hallgassam meg, miért, de miért van erre szükség, hogy ő edze ezt a csajt? Jó, persze, lehet edzeni embereket, nem erről van szó, de miért kell ilyen SMS-t írni valami hozzá? Valami a Krisztiánt szeret téged. De az tök mindegy, Móni, te is mit véded a Krisztiánt? Nem védem, csak basztus, van egy gyereketek most, akkor hogy lesz ez után? Hát azért, mert van egy gyerekem, attól nem fogok mindent eltörni, azért, mert van egy gyerekem. Hallgass meg, hogy mit mond, és utána döntsél így. Én meghallgatnám, Pami. Mit keresel itt? Bari! Itt vagyok, jó reggelt! Hallod? Eddig a Chloe-kát kellett néznem, most meg ezt a szőrcsomót. Ez a névvel. Kész valami reggelit? Vagy mit csináljak nekem? Már rég készkérül legyen. Megeszem ezt az olamámat. Örülök, hogy itt vagy, de szeretném kérdezni, hogy meddig. Tehát nagyon örülök. Hallottam, hogy már kidobja a lakásodból? Nem doblak ki. Csak nem ez az igazi. Tehát nem ez az otthonod. És akkor mit csináljak? Ki kéne békülni, ami van? Tényleg? Hát nem vagy normális. Ilyenkor jön rá, hogy az ember, hogy tényleg, hogy van-e barátja, vagy nincs barátja, hát én úgy tűnik, hogy elvesztettem a barátomat, tehát az, hogy a Pamela pártját fogja ebben a szituációban, ez számomra érthetetlen, mert elvileg én vagyok a legjobb barátja, értem, hogy jót akar nekem, de akkor is minden körülmények között neki az én pártomat kellene, hogy fogja. Tudod, hogy jobban rosszban veled vagyok, de amikor hülyeséget csinálsz, abban nem. Mi, ez hülyeség? Igen, ez hülyeség volt. Aha. Ez most például hülyeség volt. Hallod, te nem vagy velem. Kutya röfög-böfög a fejembe. De mindenbe vele vagyok. Ki akarsz dobni a kecódból? Nem, én örülök neki, hogy itt vagy. Aha. Megtiszteltetés, csak nem ez az otthonod. A saját otthonomból ki vagyok dobva. Mert a Szalontai Szilvike... Igen, azért. Miért küldött neked a Szalontai Szilvike? Ki az a Szalontai Szilvike? De normális, hogy tudod, hogy a barátom. Még valami reggelit esetleg hozzak? Már mondtam már. Itt fetrengsz, nem csinálsz semmit, nem, ez meddig? Mondd meg, hogy meddig. Az a legegyszerűbb Balázsnak mondani, hogy menjek haza, hogy éppen a kanapéja üres legyen, és ő tudjon rajta fetrengeni, ne én legyek ott. Egyszerű megoldás az ő számára, hogy én menjek haza. Én azért sokkal több megértést várnék tőle. De neked ott van a Pami, ott van a gyereked, ő a gyereked anyja, és ne üzengessen neked egy Szalontai Szilvi. Ennyi. Nagyon szívesen látlak, örülök neki, bekapcsolom a tévét. Női barátaim nem lehetnek? De lehetnek. Csak ez nem biztos, hogy csak barátság. Hogy az? Te is azt gondolod? Te is azt feltételezed rólam, hogy ez több, mint egy barátság? Nem, én... Te nem vagy a barátom. Minden tudsz róla. De pontosan én vagyok. Együtt borosváltuk. 10 éven keresztül. Ezért mondom, hogy mindent tudok rólad. És azt gondolod, hogy ez nem csak barátság? Én remélem, hogy csak az. De félreérthető a szitu? Miért? Azért, mert te is félreértenél. Mit akarnék én azt mondani, hogy 3 évig lakott most Butrizén, hol a francba volt? Vegasba. Jó, akkor hogyha te a Pamelának a telefonjába találnál egy vízilabdástól egy üzenetet. Nem is néznék bele. Nem is nézném le, te nem néznél bele. Hát egyszer hívott, de nem vettem föl neki, hát nem. Nem úgy van az. Aha. Nem, hát elment, aztán összeszedte a cukorot, aztán a cukorit, aztán elment. Igen, nem bánom még egyelőre. Jó, na puszi. Krisztián nem jelentkezik, az nem fura, nem is érdekel, nem is fura, az most ő meg van sértődve, biztos ő azt gondolja, hogy őnek igaza van, én állítom, hogy nekem van igazam, én se fogom őt keresni. Csücs. Köszönöm. Hogy vannak? Jól vagyunk, hál' Istennek szépen növögélünk, már majdnem 4 kiló a drága. Gratulálok. Hát köszönöm szépen. Mennyivel született? 2008? 88 és 260 valamennyivel hoztuk haza a kórházból, úgyhogy kis több szlimanó volt. A nőgyógyásznál egyszerű kontrollvizsgálat volt, 6 hetesen ugye el kell menni, megnézi a méhemet, megnézi a varratot. Muszáj rákukkantani. És a vágásom az szépnek számít?
Én úgy látom, igen. Sajnálom, nem akarom reklámozni. Jó, én nekem tetszik, meg... most pont a vágásomat csinálja? Nem. A méhet nézem, hogy az rendben van. Jó. És engem, én kíváncsi vagyok, hogy most mikor számíthatok? Ez teljesen rendben van ez a meccés. Igen? Jó. Készen és vagyunk, föl lehet öltözni. Persze, meg lehet törölközni, és föl lehet öltözni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Te hasam visszafokúzódni? Vagy ez, igen. Ez háj? Igen. Hát... Mi az is van? Hogy fogalmazok diszkréten? Jaj, nem áll most tényleg? Hát ennyi kell, egy szoktatós édesanyának ennyi kell. Hát nem hinném. Abba hagyja a szoktatást, akkor le fog olvadni pillanatok alatt. Bali! Igen? Nincsen férfi méretben pólód? Te azért a ruháimat, azt ne vedd már fel. Hát nem tudom fölvenni, mert izé vagy, törpe. De imádlak, tudom, örülök, hogy itt vagy. Aludjál itt bármikor, de a ruháimat azt légy szíves hagyjad. Ja, jó, de én... Na jó, hagyjad már. Nehogy már. Hát de... Nincs egy rohadt nagy fehér pólód, egy egyszerű? Nincs, ekkora nincs, mint amekkora te vagy. Ja. Elég hogy rám aludhatok otthon. Kicsit kizökkentetek a komfortzónámból. És hát furcsa is, hogy nem a saját ágyamban ébredek, ráadásul naponta többször át szoktam öltözni, most pedig ebben az ingben most már szerintem több mint 30 órája toltam. Csörög a telefonod. Jó, add már oda, léci. Ja, hát reggelit csinálok, telefont adok. Mit csinál ez? Halló? Halló, na mi a helyzet? Csövezel még? Hallod, velem szórakozol? Hát, hogy haza mentél már, haza költöztél már, vagy még mindig csak? Nem költöztem haza, itt vagyok a Balázsnál. Nem is fogok haza költözni. Nem fogadnak be otthon? Nem megyek haza, miért kéne hazamennem? Azok után, ami történt? Otthon aludhatnék, de a gyermekem miatt nem tehetem ki panelát annak, hogy én hazamegyek és... finoman fogalmazva megkérem arra, hogy távozzon. Ez ebben a szituációban nem megengedett egy férfi számára. Hát figyelj, de ő nem akarta, hogy otthon lakjak. Tehát ő nem akarja, hogy otthon lakjak. Szerintem ez az egész SMS hercehurca csak arra ment ki, hogy valami fogást találjon rajtam. Hallod, nem tudom kidobni! Nem tudom itthonról kidobni! Hallod, miért az én véremet szívjátok? A Balázs is, hogy menjek haza, te is, hogy menjek haza. Peti, hagyjatok már engem békén. Ja, rajtam rövő mindenki. Jó, na, köszi, jó barátom te is. Csá. Hallod, fogjatok kezet? Hát de persze, hogy kezet fogom, mert tudja, hogy mi az igazi. Ennek semmi értelme. Oda büszkén. Akkor ezt megszoktad. Te nem öt az ő föl? Hallod, ruhány sincs. Hát de ne haragudjál már, itt vagy félmeztelenül, egész este így rohangáltál most is. Hallod, és akkor mi van? És te gondolod, zavar? Hogy a zavar, hát mert nem ezt a rátványt szoktam meg. Hát szerinted... Hallod, bocs, hogy nincs két csöcsöm, hallod? Van, csak nem olyan, amilyen nekem tetszik. Hát milyen barát vagy te is? Nem, a Balázs is beszólt, most te is beszólsz. Te nem a Balázsnál csevesztél. Ma lárám csevesztél, holnap még itt fogsz. Nem kérem valamit rendezned az életedbe? De rendezek, kiveszek egy albérletet, és? Itt vagyok. Szia, hüp-hüp. Idő van. Nem fura az, hogy Krisztián nincs itt, és én napok óta egyedül vagyok a Natival. Ha van Krisztián, ha nincs, ugyanúgy én csinálok mindent, a gyerekkel is, a háztartásból is, úgyhogy igazából nagyon nem tűnik fel, hogy nincsen. Hol van apa? Mi? Elment. Bizony, anya elhajtotta. Mert csúnyán viselkedik. Bizony. De majd hazajön biztos hozzánk. Hello! Hello, szia! Szia! Hogy vagy? Honnan támadjak? Hogy vagy? Minden oké, köszönöm. Na, jól van. Mit szeretné, miben tudunk neked segíteni? Figyelj, ott hagytam a gardróbomat, és valami kabát kellene. Brutálisan rossz érzés az, hogy nincs mellettem a gardróbom, és kvázi a saját komfortzónámból ki vagyok zökkentve. Nézzük meg ezt, ez viszont méretben is jó lesz rád. Jó.
Ez egy kapucnis fazon. Ez tetszik, és kék. És sötét kék színe van, igen. Jó. Ez nagyon jó formára. És ott a tükörön tudod esetleg nézni, hogy milyen felvéve. Nagyon jól áll. Soha nem tagadtam meg magamtól a jót, ezután se fogom. Egy a szlogenem, mindenből a legjobbat. A kedvesednek mutathatok esetleg még valami a kedvesemnek? Biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Figyelj, nem vagyunk jóba, azért is kellett vennem ezt a kabátot, mert ott maradt a gardróbom, úgyhogy nem, nem kívánok semmit vásárolni. Akkor most épít az ideje, hogy kibéküljek, nem. Nagyon jó a marketing duma, de biztos, hogy nem. Úgyhogy mondjuk mutass nekem egy napszöveget. Ez nagyon jó szerintem, felvéve próbáld fel, nézd meg. Ott a tükröt meg tudod nézni. Jó. Mennyibe fog nekem kerülni ez a kabát? 521.990 forint. 521.990. És kapok valami kedvezményt? Hát mivel törzsvásárlónk vagy 10% kedvezményt tudunk adni. És ezt nem is adod nekem ajándékba? Hát ajándékban nem, viszont ez nagyon jó árban van, ez 44.990 forint. Jó, akkor majd mikor kisüt a nap, akkor elviszem olcsóbban, jó? Hát most már mindjárt süt is. Hát te? Hogy úgy hát én? Hát te mit? Talán szia vagy valami, nem? De miért nem hívtál fel, mielőtt jössz? Miért kellett, hogy fejbe vak? Hát, hogy... tudjam. Mert? Cipő. Mi az, hogy cipő? Lehet, hogy ahol alukáltál, ott éppenséggel bejárhat cipővel, ne de itt nem, ki, hol a gyerekem? Natos a Zsejke nagyon hiányzik, és szeretném őt folyamatosan látni, azonban egy ilyen csecsemőt anyai felügyelet mellett kell, hogy látogassak. Nem szívesen teszem ezt most, de annak érdekében, hogy láthassam, hallja hangomat, és mosolyogjon rám, és megfoghassam, ezért kompromisszumot kell kötnöm. Na jó, van, inkább foglalkozz a kislányoddal, aztán célozd meg az ajtót. Mi az, hogy célozd meg az ajtót? Hogy beszélsz te velem? Hát úgy, hogy mi mindig nem tisztáztuk a dolgokat, úgyhogy egyelőre én még mindig ugyanott tartok, hogy nem vagyok kibékülve veled. Mi szerint én kívül veled ki vagyok békülve? Nem is kell, hogy te kibékülj velem, elég, ha én kibékülök veled. Mi szerint miattad jöttem? Nem, hát tudom, hogy nem miattam jöttél. Akkor meg? Na, de ne kellsd föl, légy szíves. Szia, kislányom. Biztos egyszerűbb lenne oda menni, megölelni, és azt mondani, hogy felejtsük el. Csak ez nem egy brazil szappanopera, és ő erre vár. Úgyhogy most, hogyha erre vár, akkor viszont mellé nyújt, mert ilyet nem fog tenni. Csak felkeltetted. Fejezzed már be. Az én lányom. Tudom, hogy a tiéd. Milyen szép vagy. Ezt nem kell hangoztatni, annyi szólt. Hagyjad, hagyom ugyan, Krisztián. Mert akarom, mert be se takartod szegényként. Jaj, tiszta kóma, jól lakott. Szerintem rossz neki az, hogy nem vagyunk együtt, és valamivel kevesebbet látja a kislányát, meg engem is, mert én tudom, hogy egyébként ő szeret. Na jó van, rád nem vagyok kíváncsi. Nem is mondta senki, hogy legyél. Na látom, Berki nagyon megvisel ez a szituáció, még shoppingolni is van kedved elmászkálni. Hallod? Ki vagy dobva a lakásomból, nem tudod, hogy kérjél minden... kölcsön, ne a pénzt szórjad feleslegesen. Kitől kérjek kölcsön? Vagy mikor ide jössz el? Most akkor miért nem viszel el pár ruhát? Nem fogsz visszajönni még két nap múlva, Berki. Vigyél el pár ruhát, ne kölcsöd a pénzt feleslegesen. Nem fogsz visszajönni két nap múlva. Ne üvöltsön, mert fel kell a gyerek, aztán... Normális vagy? Én normális vagyok. Az már kétségesebb, hogy ugyan te normális vagy-e. Na. Kimegy a meleg a lakásból. Szia! Kész te jó. Vagy az én emberem? Igen, Veres Tamás. Szia, Módi Pamela. Hallottam, hogy személyezik. Várjál, gyors kérdésem parancsolj. Van. Krisztián nincs itt, ugye? A párodra gondolsz, nincs. Igen, rán, Krisztián van, még bemutathatsz egy párat. Ilyenkor nem szokott itt lenni délelőtt, illetve korábban szokott tudom lenni, vagy egyébként, később. Hogy nem szokott, illetve úgy időzítettem, hogy úgy edzünk, hogy ő nincs itt, úgyhogy... Jó, oké, hát hogyha
ebből bármi gond van, akkor mindig szólj, és akkor időzítjük, jó? Olyan jó érzés volt kimozdulni, tehát tényleg ez az, amikor ez a négy fal között rossz idő van kint, és még bent is, ugye meleg van, bepunyod az ember. Idézőjelben engedéllyel vagy itt most akkor? Engedéllyel, persze, de milyen engedélyről? Nekem engedély, nem hülyeskedj már. Én ide jártam edzeni a terhességem előtt is, úgyhogy most a Krisztián miatt én nem fogok elmenni másik edzőterembe. Egyébként heti kettőt tudok biztosra vállalni, a többi az meg kilátástalan. Sokan ahhoz folyamodnak szerintem ilyenkor, hogy legegyszerűbb az, hogy elmegy a plasztikai sebészhez, majd ő lefarag belőlem, meg majd ő szépé tesz. Tény, nekem is van implantátum a mellemben, de tehát azért azt most nem mennék el zsírleszívásra, meg nem mennék el lefaragtatni, meg nem tudom mit csinálni magammal. Elsorolom, hogy mi nem tetszik magamon, jó? Kezdem itt. Itt van ilyen hája folyamon. Itt, ha megnézed hátulról, van három burkám konkrétan, itt a honaljobban. Nagyon égő vagyok. A csöcseim olyanok lettek, mint egy tipikus anyukának, lötyög, ami eddig nem lötyögött. Tehát volt készfészetes mellem, most lötyög. Oké, hogy tele van tejjel, én ezt értem, de lötyög. Okay. Itt tiszta, itt úszógumi, életemben nem volt úszógumi, most itt van. Hátul a fenekem alatt narancsből uralkodik. Hello! Szia! Szia! Itt van Chloéka is. Hát szia! Mi már öfi bogyó? Mi? Mi? Szegényke. Biztos hiányzom neki. Na mi újság? Hogy itt? Babysitterkedünk. Tényleg? Van meleted? Igen, nem. Hát? Edzeni van. Na végre! Úgy lépek be a saját lakásomba, ettől függetlenül, hogy van benne egy pici gyomorgörcs, hogy vajon most mivel talál be, vagy hogy fog rám nézni. Hát jobb volt most anyós jelölttel találkozni, mint hogyha ő otthon lett volna. Ez kell ahhoz, hogy menjen edzeni, hogy össze kell vele balhéznom? Hát nem. Hát akkor eddig miért nem ment el edzeni? Hát hallod, most tett le a 6-7. Alszik? Jászmin halkabban. Nem alszik a kislány. Mi az, hogy nem alszik? Nem alszik. Nézelődik. Nézelődik, hát aludt. Keveset alszik. Na mi van, Jázi? Semmi, most vonatolunk. Vonatoztok. És te mi járatban? Mondom, te megnézem a lányomat. Egyszerű van a pamu. Nem gondoltam, hogy belétek futok. Ja. Na hát mindegy. Ez van. Nincs ami kaja? Nincs mi? Nincs, nem tudom. Nem még érkeztünk egyébként. Miért is lenne? Én is dolgoztam, két nappalom volt. És te hol aluszik az? Egy helyen. Uh-huh. Egyszer csak egy helyen. Uh-huh. Ez az érdekes, hogy én hol alszom? Hát nem, de hát most milyen dolog már ez? Milyen dolog? Hát kérdezem a lányodat. Az élet megy tovább, sokkal több időm lesz, és nem kell megfelelni sehol. Igazából azt csinálok, amit akarok. Berkisen élem az életemet. Na jó, nem vagytok annyira érdekesek. Hehe. Annyi szemet a bot, ilyenek. Kislányom. Már rég volt a vár. Nem vehetlek ki, mert aludnod kéne. De te rég volt. Igen. Aludjál, jó? Jön majd apa holnap is, jó? Megnézlek, oké? Okay? Szia. Hát azt ott nem tudom, ott volt egy bohót. Biztos egy balát. Igen. Na jó van, vigyázz a kislányomra. Mikor jössz majd? Vigyázok, persze, azért hova? Vagyok itt. Hát majd a Pamirához, azért meg kéne beszélnetek. Nem a Pamirához jövök, hazajövök. Jó, Natihoz is, persze. Beszélgetetek? Már leültetek egymással szembe és nyugodtan? Megbeszéltétek? Te tudod a sztorit? Kaptam egy SMS, benézett a telefonomba. Innen indul. Miért nézd bele a telefonomba? Egy. Kettő, elkezdett volna mordibálni, és adott egy pofont. Igen. Majd utána szerintem nem volt mit megbeszélnünk kettőnknek. Kismusz, elalszik mindjárt a Nati. De jó, megjön az anyja. Háló. Hát szia. Megjött a Paméla. Szia. Na, Mizu. Szia. Szia, te behúzjál. Sziasztok. Jaj, de jó így hazajönni, hogy ennyi minden. Milyen volt? Nagyon jó volt, átmozgattam a testemet, meg minden kellett.
Most már... igen, mert nagyon keveset aludt, és most kézbe vagyunk. De most ennie kéne. Ennie kéne, bebugyoláltuk, jó melegbe vagyunk, és vártunk téged. Na, hál' Istennek. És látogatója is volt. Krisztián? Igen. Minek jött ide? Hát megnézni a kislányát. Még jó, hogy elkerültük egymást éppen akkor. Bármennyire is haragszom Krisztiánra, azért kíváncsi lennék, hogy anyával ők mit beszéltek. Tudom azt, hogy Krisztián nagyon szereti anyát, és tudom, hogy anya az, akinek ő nyugodt szívvel kijönti egyébként a szívét, és meg tud neki nyílni. Mennyi időt voltam úgy itt a Krisztián? Hát nem tudom, nem olyan túl sokat volt itt. Natizott egyet, igen, megbeszélgettünk egy kicsit. Aha. Arról, hogy egy kicsikét meg kéne ezt beszélnetek, mert azért nem lehet csak úgy. Komolyabban üljetek le, beszéljétek át a dolgot. Hallod, miket üdv, Bari? Nincs kedve. Ha ugyanúgy teniszezel, mint ahogy squashoz, akkor úgyis gyerek. Amikor nagyobb bennem a stressz, vagy van bennem egy kis feszültség, akkor szeretem azokat a jellegű sportokat, ahol csapatban vagyunk, tehát ahol van zrika, ahol le kell győzni a másikat. Vigyázz, nem éred el! Na! Otthon mi újság? Kibékültetek? Nem. Most voltam a gyereknél. Nem fogok kibékülni. Ne hülyéskedj már, hát! Biztos, hogy nem békülök. És akkor hol töltöd az éjszakákat már megint? Miközött van hozzá? Hát, örülök, hogy elzavartalak otthonra, tőlem. Voltam a Benkinél, és most veszek ki a albérletet. Csövesztél a Benkinél is? Aha. Ezt nem hiszem el. Ahelyett, hogy hazamennél a családodhoz. Ez a dübör! Balázs nagyon jó barát, mert fizikailag ugyan ott van mellettem, de lelkileg nincs. Ne hallgassál senkire, makacskodjál, csövezzél, aludjál idegeneknél. Vegyék, miért, jó? Te kibékülnél vele? Igen. És te tennéd meg az első lépést? Igen, mert voltál. Mi? Mivel? Azzal, hogy fordított helyzetben elmagyaráztam már neked. Hogy, miért? Jó, hogy nem agyon ütsz. Hát megérdemelnéd. Mama! Tessék! Szia! Szia! Megjöttél! Csók! Szia! Nézd, itt hoztam neked! Mit? Hát mondtad, hogy elromlott a mikród. Ja, az igen! Én meg és ott hoztál nekem, hát nagyon örülök neki. Örülsz? De jó Isten, örülök ám! 9 éves nagymamám. Igazából most már nem főz, nem melegít semmit. Mi voltunk azok az édesapámmal, akik letiltottuk otthon gáztűzhely van, és sajnos előfordult olyan, hogy nem zárta a gázt, és rádobta a konyharuhát. Te értesz hozzá? Én semmihez nem értek, de talán még te se. Hallod? Köszi szépen, mama! Nagyon-nagyon! Nagyon szívesen! Jó, hogy így bízol bennem. Nagymama ugye újra gyermek, és hát teljesen előről kezdjük ezeket a fázisokat, de hát nagyon jó érzés róla gondoskodni, és természetesen bármit megtennék, hogy minél komfortosabban érezhesse magát. Itt figyelj ide! Automata. Nem tudom, mit csinál. Fogalmam sincs. Te meg nem is látod. Én meg abszolút nem is látom. Nekem hiába. De ezt nem látod? Ezt nem. Azt látom, hogy ott valami piros van. És semmi ezt már... nem látod, ezt a zöldet? Semmit nem látok. Aha, itt stabilak leszünk szerintem. Ezzel nyílik ki az ajtaja. Nyom meg. Melyik az? Hát nem látom ám. Itt, az, nyom meg. Ez? Erősen. Ez az. Kinyílik az ajtó. Aha, ez egyik nagy, ebben kell ajtót. Aha, figyelj, berakom ezt. Igen. Berakom a tányér. Igen. És akkor ezen fog pörögni a kávét. Igen. Elvileg. Igen. Nem így kell. Ezt így kell. Valami sincs. Pedig volt ilyen logikai játékom. Úgy tűnik, hogy akkor kimaradtam az oviba. Nem, megvan. Tök jó. Tök jó, már csak el kéne indítani. Figyelj. Automata menü ide van írva. Nem látom, nem hiába mutatod. Jó, majd én mondom, itt van pasta, kartoffel, pizza, soup.
Jó, nagyon komoly német nyelvtudás, ezt nézd meg, elindítottam. Nagyon szeretem a műszaki cikkeket használni, nem beállítani és nem beüzemelni, és nem is megy nekem igazából, úgyhogy hát picit szégyen vagy nem szégyen, de ez a mikro is egy pár percig kifogott rajtam. Beállítom állandó egy percre, jó? Mindig csak egy percet tudsz benyomni, oké? Ez most lejár, reméljük minél hamarabb. Még egy fél perc, kibírod? Nem jár fél percnek. Tök jó, na figyelj! A lényeg az, hogy ezt megnyomod a középsőt, ezt. Csak tudnád, hogy mennyire nem látom. De nézd meg, itt a nagy gomb. Itt a nagy gomb. Igen. Itt van fölötte három pici. Igen. Megnyomod a középsőt, tökéletes, tekered a nagyot. Merre? Jobbra. Tekerd még egy kicsit érzésből. Oké, fél perc. Nagyon jó vagy, profi. És a bal szélsőt nyomod meg. A bal szélsőt. Nyomd meg. És elindul. Ennyi. Oké? Most csináld meg. Nem tudom. De figyelj, kinyitom. Figyeld. De meg tudod csinálni. Bezárom. Középső. Na. Ennyi. Nagyot tekerjük. Még. Jó lesz, oké. Bal szélső. Profi. Ennyi. Nagyon sokszor helyessel bizonyos dolgokra, és akkor én arra következtetek, hogy megértettem, amit mondtam, de hát nagyon sokszor rám, úgyhogy nem akar ugye zavarba kerülni, és inkább beleegyezik, és inkább helyessel, mint hogy visszakérdezzem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagy gomb, alatta, erősen, és kész a kávéd. Aha. Ennyi. Na, örülsz a mikrónak? Nagyon örülök, úgy örülök neki. És meg tudtam csinálni, igen, pedig nem bíztál bennem. Igen, nagyon jó. És mi van, hogy vagytok? Mi van a Pamelával? Jól van? Nem tudom, hogy van a Pamela, nem vagyok vele jóba, de a Natasa Zselyke jól van. Arany kis csillagom, jól alszik, nem sírós? Hát én alszom mellette, úgyhogy jól alszik, viszont most két napja már nem aludtam otthon. Miért? Mert rosszba vagyok a Pamelával. Ezt komolyan mondod? Még szoktam viccelni? És akkor hol vagy? Hát itt is, ott is, egy-egy barátomnál. És akkor a Pamela a kis gyerekkel van otthon? Aha, igen. És akkor nappal se vagy otthon? Nem. Se éjjel. És mikor akarsz hazamenni? Minek menjek haza? Hát majd kibékültük a Pamelából. De te ezt miből gondolod? Nagyon cuki, amiket mond, és hogy béküljek a Pamelával, de hát azért lássuk be, hogy egy másik generáció, és teljesen más volt akkor a férfi és a női szerep, és teljesen más dolgokat engedtek meg maguknak a nők. És én emlékszem, hogy a nagymamám is azért lényegesen tisztelettudóbb volt, és lényegesen visszafogottabb volt a férjével szemben, mint adott esetben most a Pamela megenged magának velem szemben dolgokat. Tudod, mennyi házasság van, hogy egy-két rossz szó, és akkor haragban vannak egymással, utána meg úgy szeretik egymást, kivékülnek, megbocsájtanak egymásnak. De nekem nincs mit megbocsájtanom. Én vagyok a szenvedő fél. Megbántott nagyon? Megbántott, igen. Hát nem tudom akkor, mit mondjak tényleg. És mivel bántott meg, hogy ennyire szenvedő? Belenézett a telefonomba. Képzeld el. Húha. És ilyen is van, hogy bele lehet nézni a telefonba. Hát elvette a telefonomat és belenézett. És talált benne egy SMS-t egy másik lánytól. De hát hogyan néz bele? Tehát én nem is értenék oda. Kint hagytam az asztalon. Igen. És ő ért hozzá, és belenyúlt. De hogyan? Szétszedte vagy? Vagy hogyan nyúl bele? Hülye vagyok hozzá. Jött egy SMS-em, és megnézte. Aha, bekapcsolta, igen, és megnézte, igen. Most értem már. Aha. Nagyi egyértelműen látható volt nála, hogy ő ezt abszolút nem is érti, mi az, hogy valaki benéz a telefonomba. Az ő idejében ez valami hasonló lehetett, hogy a nagyapámnak volt egy aktatáskája, és ő abban soha nem nézhetett bele, akkoriban nem volt mobiltelefon, és igazából ebből is látszik, hogy a nagymamám abszolút nekem ad igazat. És egy csajtólka ment az SMS-et. Igen. Akkor ez féltékeny. Féltékeny. Igen.
én is az lennék különben. Tényleg? Persze. Hát ha én szeretem a férjemet, és tényleg ez még ez történik velünk, akkor persze. Féltékenység, ez egy nagyon rossz dolog, tönkretehet kapcsolatokat, és hát látható, hogy rengeteg nehézséget okoz egy-egy párkapcsolaton belül, így nálunk is, úgyhogy teljesen értelmetlen, főleg úgy, hogy szerintem mindenki tudja, hogy azért bennem egy nő minden esetben megbízhat. Jó, de mit csinálja? Menj haza, és legyetek boldogok. De hogyan? Mit mondjak? Bocsánatot kérsz tőle, mint férfi, legyél intelligens ember, és elébeállsz, és megmondod neki, bocsáss meg, de többet se csináld azt, hogy nekem belenézel abba, ami hát mondjuk lehet, hogy hát tudod, már kíváncsinak persze, azért nézed bele a te miért. De ne legyen kíváncsi, mert marha hamar megöregszik.